Egészen pontosan múlt hét szerde óta központilag is figyelik az utcákat. Nem csak a polgárőrök vagy a körzeti megbízott munkájára hagyatkozhatnak a falubeliek. Került a Szent István utcára 2 rendszámfelismerős kamera, 2 itt a Bajcsi utcára, ami megy ki Újtelek felé jut. Ott is van 2 rendszámfigyelős kamera felismerős, 4 van a művelődési házon, 2 van itt az önkormányzatnál, meg 1 bent a hivatalban. Régóta szerették volna már megoldani ezt a beruházást. Elsősorban pályázati forrásokat fordítottak volna a kamerarendszer kiépítésére, ez azonban nem jött össze. Így saját költségvetésből különítették el a beruházás költségeit. Sok településen van KMB-s is, meg van polgárőrség is, de a legnagyobb biztonságot, mivel azok nincsenek folyamatosan kint, a legnagyobb biztonságot az jelenti, hogyha a faluba beérkező autókat vagy állampolgárokat kontrollálni lehet. Tehát itt lehet a legjobban nyomon követni azt, hogy ki az, aki és milyen szándékkal érkezik a településre. Volt erre igény a településen élők részéről, meg valamilyen szinten ez már a mai világban úgy gondolom, hogy egy településnek ez egy nagyon jó pont, hogyha van egy térfigyelő kamerarendszer, mert így a bűnözők is meggondolják kétszer is, hogy elkövessenek-e bármit a településen. A falu közbiztonsága eddig megfelelő volt. Több éve polgárőrök is aktívan kiveszik részüket a munkából. Jelentős bűncselekmény az utóbbi években nem történt. A rendszer egy hétig rögzíti a felvételeket. A fenntartás, ugye ez maga az önkormányzatnak a feladata, hogyha már kiépítette a rendszert, akkor ez karban is legyen tartva, de magában a térfigyelő kamerarendszerekben az meg van határozva, hogy kiléphet be. Tehát itt a KMB-s az az egyetlen személy, aki is igazából ebbe benézhet, meg adatokat tölthet le, tehát ez nem nézheti akárki. Tehát ennek meg